Uram Jézus Krisztus és Mária anyám, én hozzátok térek, rátok bízom hazám, ezt a meleg szívű, kemény nyakú népet, amelyet mostanig erős karom védett. Ha nem leszek már itt, ezért veszél Mária, nincsen jó testvére elhagyatott árva, amit tőlem kapott, mostahán elhagyja, eltűnik az égről tündöklő szép napja. Az író-olvasó találkozók személyesebb légkört engednek meg az alkotók és az olvasók között. Az írók, költők ilyenkor saját műveikből olvasnak fel, és mutatják bekeletkezésük körülményeit, vagy a mű bővebb jelentését tárják az érdeklődők elé. A Bátaszéki Könyvtárba ezúttal Badics Lajos marosszentgyörgyi plébános látogatott el. A költő 1998 óta alkot rendszeresen, azóta több mint 20 kötete is megjelent, ezekből válogatott verseket. Már gyermekkoromban írtam verseket, úgy hozta az élet, hogy gyulafehérvárt voltam, akkor egyetlen katolikus gimnázium volt, és hát én szerettem volna már akkor pap lenni, gyermekkoromban oda mentem, és a kántoriskolában írtam, 3 füzetettel is írtam, mikor aztán eldöntöttem, hogy most aztán tényleg teológiára megyek, akkor elégettem 2 füzetet, egyik megmaradt, és utána hát néhányat abból még beválogattam bizonyos versek, vagy a kötetekbe. Utána aztán 1998-ban, amikor egy amerikai körúton voltam, akkor ott hát hozták ki belőlem, és azóta rendszerességgel írok, tehát 1998 óta, hát természetes vannak olyan napok, amikor nem írok, de tényleg sokat írtam. Különösen az első időben, hát szinte mint egy forrásból úgy törtek elő a versek. A költő számos versformát alkalmaz a költészetében, az utóbbi időben azonban figyelmét lekötik a szonettek, és új költeményei is ezekben a strófákban íródtak. Termékeny költőnek tartja magát. Azt mondja, akár késő este is fel kell, ha eszébe jut egy-egy sor, és papírra is veti. Már az elején írtam szonettet is, most nem tudom jó-e vagy rossz, de most az utóbbi években, az utóbbi 4 évben már szinte csak a 11 szótagos sorok jönnek be, mihelyt leülök, mások is születnek természetes. Közben meg, tehát a legtöbb a szonett, hát mondhatom, hogy körülbelül 1500 szonettet elkövettem. Egy másik műfaj, ami a limerik, azt Marosvásárhelyt élő Tóth Istvántól tanultam meg. Szeretem, mert rövid, tömör, és hát ahogy mondják, hát én a limerik az tulajdonképpen egy pajzán verselés, de hát én azt szerettem volna, hogy szeretném megkeresztelni, és utána aztán hát tényleg majdnem mindent kipróbáltam, a haikon kívül azt nem is fogom soha kipróbálni. Nem szabad verselést művelem, mert hát nekem a klasszikusok a példaképeim, elolvasom természetes és érdekel minden, mert a gondolatot sokféleképpen ki lehet fejezni, de én úgy érzem, hogy hát abban van egyfajta külön művészet, hogyha nehezebben áll össze valami és kötött formában, valószínűleg azért is, mert hát a hivatásom is hát úgy eléggé kötött, ugye katolikus papnak az élete az hát egyfajta keretek között zajlik. Büszke székely származására, verseiben gyakran meri gyerekkori emlékeiből. Az író-olvasó találkozón egy marosszentgyörgyi együttes is közreműködött, hogy az érdeklődők jobban megismerjék a versek hangulatát. Idegen kenyéren,
Balicz Lajosnak különös kapcsolata van a várossal. Egy verset is írt róla, Bátaszék Hintaszék címmel. Több mint 40 éve jár vissza ide. Az első település Bátaszék, amely Magyarországon, amelyen jártam, mert nagybátyám, aki itt élt Bátaszéken, Baricz Béla, népi fafaragó volt, ő a kis magyar világban a kakastollas csendőr volt otthon Erdélyben, Gyergyóban, és a váltás után menekülnie kellett, itt telepedett le, és utána, hát én a 70-es években kezdtem el Bátaszékre járni, nagybátyámhoz, és akkor az egyházzal vettem fel a kapcsolatot, így kerültem kapcsolatba, akkor volt Herendi János még itt segéllelkész, és közben innen ment nyugdíjba, tehát azóta tartom, mondhatom, szinte egy emberültön keresztül. A költő a szonettek mellett gyermekverseket és a természet ihlettek költeményeket is szerzett. Az írólvasó találkozó egyik legnépszerűbb versét, a Kisküküllőt is előadta. Megáradt a kisküküllő, víz alá került a düllő, az egész völgy víz alatt áll, tengerszemmé vált a határ. A küküllő egyik partján él egy kislány, él egy nagylány, a küküllő másik felén él egy fiú, él egy legény. Akik gyorsan vízre szállnak, segíteni a két lánynak. Ringa vízen a két csónak, közepén járnak a tónak, de az ár sodorja őket, a vakmerő lánymentőket. Ám amint a lányok látják, ők is vízre már nem várják. Jókor hagyták el a házuk, különben omlana rájuk. Ketten két kis tekenőben sodródnak az ár mentében. Kis küküllő, mi lett veled? A négy lélek nem fáj neked, és a többi menekülő. Mit cselekszel, kis küküllő?